Sziasztok! A mai videónkban azt mutatom meg nektek, hogyan kell beültetni a magaságyást. Hogyan is tervezzük meg azt, hogy mit ültetünk a magaságyásba. Hát először is például tegyünk különbséget korai, illetve melegigényes növények között, tehát hogyha majd paradicsom palántákat szeretnénk ültetni, akkor előtte nyugodtan bele lehet rakni például a retket, vagy éppenséggel a borsót. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy vannak olyan növények, amelyek szeretik egymást, és vannak olyanok, amik bizony nem. Amik nem szeretik egymást, például a borsó és a hagyma, nem érzik jól magukat egymás mellett. Ez nem azt jelenti, hogy nem férnek meg valamilyen szinten egymás mellett, de hogyha jót akarunk, akkor inkább távol ültetjük őket egymástól. Aztán azt is nagyon fontos megtervezni, hogy az ágyás szélére olyan növényeket ültessünk, amelyek terülnek, vagy fölfelé, vagy a magaságyásról kifele, mert hogyha ezt a közepére rakjuk, akkor semmilyen másik növénynek nem lesz hely. Gondolok például arra, hogyha a szélére rakja az ember a tököt, akkor az le tud futni, de hogyha a belsejére, akkor a tökön kívül ott más növény nem terem meg. Gondolkodtam rajta, hogy ebbe a 80x120 centis kis ágyásba mit rakjak, végül úgy döntöttünk, hogy lesz benne borsó, illetve spenót. A spenót egyébként egy univerzális levélzöldség társítás szempontjából, hiszen gyakorlatilag mindenkivel jól kijön, jól fejlődik mellette a borsó is, a bab is, a hagyma is, a retek is, úgyhogy bármi mellé társíthatjuk. Hogyha már eldöntöttük azt, hogy mit ültetünk a magaságyásba, akkor a következő dolog az, hogy jelöljük ki a sorokat. A sorok kijelöléséhez használhatunk univerzális, professzionális eszközöket, de hogy őszinte legyek, egy gyerekgerebje, egy homokozó lapát is tökéletesen megfelel. Hogyha egy 80x120 centis ágyásunk van, akkor körülbelül olyan három sorral tervezhetünk. Én a két szélére rakok borsót, és a közepébe pedig spenótot. Középre pedig berakjuk a spenótot, ezt is csak olyan érzésre egymástól. Fogjuk és szépen betakarjuk a magokat egy kis gerebje segítségével. Ha végeztünk, akkor a sor végére szúrjunk le egy botot, hogy tudjuk, hogy hol kell keresni. Ezután nincsen más dolgunk, mint belocsolni jó alaposan az egész sort. Hogy a magok megduzzadjanak, és minél előbb kibújjanak. Édesanyámtól azt tanultam, hogy mindig, amikor befejeztük az ültetést, ahova ültettünk az adott növényt, az adott magot, mindig rakjuk oda a dobozát, vagy a csomagolását, hogy tudjuk, mit ültettünk, hiszen kell egy pár hét, amíg kibújjanak a földből. Ezt én ezzel meg is tettem, a borsókat tudom, hogy a szélére ültettem, és hogyha eddig még nem tettétek, kövessetek bennünket az Édenkert TV YouTube csatornáján, látogassatok el Facebook oldalunkra, és iratkozzatok fel hírlevelünkre az edenkert.hu-n.